mint ismeretes, a kormány visszavonulót fújt vendégmunkás ügyben, és a Mi Hazánk mozgalom az elmúlt hónapokban folyamatosan folytatta országszerte a tényfeltáró munkáját, folyamatosan tiltakoztunk a harmadik világbéli vendégmunkások behozatala ellen, és mint hivatkoznék a legutóbbi közvéleménykutatásokra, legerősebb ellenzéki pártként döntő szerepünk lehetett abban, hogy a kormány visszavonulót fújt vendégmunkás ügyben. Azonban hangsúlyozni szeretném, hogy ezzel semmi, de szó szerint semminek nincsen vége, ezért szeretném vázolni három pontban, hogy hogyan látja a Mi Hazánk mozgalom a jövőt. Az első pont, hogy már most 100-200 ezer vendégmunkás tartózkodik Magyarországon, és a kormány semmi jelét nem mutatja annak, hogy őket haza szeretné küldeni, de semmi jelét nem látjuk annak sem, hogy leállna vagy esetleg lassulna a beáramlásuk Magyarországra. Így indokolt a továbbiakban is foglalkozni ezzel, és tényfeltáró munkánkat folytatni fogjuk országszerte, be fogjuk mutatni, hogy hol és mennyi vendégmunkás tartózkodik Magyarországon. A második pont, hogy ismerve a Fidesz kommunikációs stratégiáját, nagyon is joggal feltételezhető az, hogy itt nincs másról szó, csak egyfajta színházi előadásról, amelyet azért hajtanak végre, mert úgy gondolják, nyilvánvalóan belső méréseket is látva, hogy saját szavazóbázisukban is nagyon nagy népszerűtlenségnek örvend ez a jelenség, de úgy véljük, hogy csak úgy, mint az előző, majd az új törvénytervezet is tele lehet szándékosan kétértelmű, félreérthető és végeredményben a gyakorlatban kiátszható passzusokkal, úgyhogy ebben a tekintetben is azt lehet mondani, hogy ha a kormány azt gondolja, hogy ezzel elaltathat minket, akkor téved, mi továbbra is követni fogjuk ezeket az eseményeket. A harmadik pont, hogy már csak azért sem gondoljuk azt, hogy itt egy tényleges 180 fokos fordulat állna be a kormány politikájában, mert a kommunikációs blöffökön túl akkor valódi konfrontációt kellene vállalniuk a multikkal szemben, a német autógyárak vagy a kínai nagytőkével szemben, ezt pedig szerintünk nem fogják megtenni, ugyanis gazdaságpolitikájuk alapja ez, hogy őket szolgálják ki. És talán ez a harmadik pont volt a legfontosabb abban a tekintetben, hogy a Mi Hazánk mozgalom a gyökerénél ragadná meg a problémát, és egy olyan gazdaságpolitikát valósítana meg, ahol nincs szükség vendégmunkásokra, amely egy olyan országot épít, ahová hazajönnek a Nyugat-Európában dolgozó magyarok, amely a magyar dolgozó szorgalmára, tehetségére épül, a magyar dolgozó erkölcsi és anyagi megbecsülésére épül. Ebben a szellemiségben folytatjuk tovább munkánkat, és be fogjuk mutatni a következő hónapokban is, hogy mi a helyzet a vendégmunkások Magyarországon, tehát hangsúlyozom, véleményünk szerint az égvilágon semmi nem történt, csak annyi, hogy a kormány érzékelte a társadalmi nyomást, és most megpróbál valamit kozmetikázni ezen az egészen, de álláspontunk szerint ez még messze nem a végcél, tehát folytatni fogjuk a munkánkat.